Szombaton folytatódik az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület térségi értékjáró séta programsorozata. Ezúttal Kerekegyházára hívják a jelentkezőket. A sorozat folytatásáról és a korábbi sétákról Hamzáné lakó Judittal, az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület titkárával beszélgetünk. Jó estét kívánok, szervusz! Jó estét kívánok! Tehát Kerekegyházán folytatódnak az értékjáró séták. Milyen programokat érint majd? Igen, ebben az évben nagy örömünkre szolgál, hogy újra elindíthatjuk ezt a sétasorozatot, és Kerekegyházán, a Művelődési Házban kezdünk most szombaton 9 órakor. Ott egy helytörténeti kiállítást rendeznek be számunkra, a mi tiszteletünkre a településen, és ott lesz egy helyi termékkóstoló, a helyi asszonyok tojásból finomságokat készítenek számunkra. Ezt követően megnézzük a római katolikus templomot, amely az ország első vasbeton templomja, nagyon szép 43 méteres tornyával, nagyon szépen rendbe tartott templom. A belvárosból átsétálunk a település újraalapításának emlékparkjába, balatoni Farkas János néven fut ez az emlékpark. Itt csodálatos tavaszi hagymás virágokat fogunk éppen pompájukban megtekinteni, és ott található ebben a parkban egy 160 éves hársfa, amely nem tőzsgyökeres itt, ez a fajta ugye nem tőzsgyökeres az Alföldünkön, de mégis ez a fásfa megmaradt, és ez egy kiemelt szimbóluma ennek a településnek. Ezt követően egy meglepetés, lovaskocsikázás történik, és ezzel átkocsikázunk a Kiskunsági Majorba, ahol a kerekesztendő meseparkot tekinthetjük meg. Ez is egy különlegesség, az elmúlt években készült, és népmeséket dolgoz föl ez a mesepark, és ez is szerintem egy érdekesség lesz ezen a túrán. Valamint még egy kumpusztai templomot is meglátogatunk, a puszta kellős közepén egy gyönyörű református templomot, és a kondortó is megtekintésre kerül a puszta kellős közepén. Ez egy egész napos program lesz? Igen, most hirtelen soknak tűnik ez a sok állomás, de ez egy délelőttös program lenne. Úgy tervezzük, hogy egy óra körül érünk vissza a Kunsági Majorba, és ott költjük majd el az ebédünket. Hogyan és meddig lehet jelentkezni? A jelentkezés az Aranyhomok Egyesület e-mail címére történik, az infokukac@aranyhomok.hu e-mail címre várjuk a jelentkezéseket. Ez ugyanúgy az aranyhomok.hu honlapon fent található. Igazából holnapi nap van a határidő, tehát azt javaslom, hogy minél előbb jelentkezzenek és küldjenek számunkra e-maileket a kedves nézők. Kik segítenek ilyenkor összeállítani a programot? Természetesen nem Kecskemétről vagyunk itt olyan nagyon okosak, hanem összefogunk a helyi emberekkel, és az ő értékeiket megpróbáljuk sorba venni, és közösen átgondolni azt, hogy mi lehet érdekes egy városi, egy kecskeméti és egy környékbeli ember számára, hiszen a vendégeink általában innen a környékből jönnek Kerekegyházára és a településekre. Melyik városok, települések lesznek majd a következők? Ebben az évben is 4 sétát tervezünk. Ugye Kerekegyház az első, lakitelekkel folytatjuk majd májusban. Nyáron lesz egy kis szünet, és szeptemberben Tiszaalpárral folytatódik a sétasorozat, valamint októberben Orgoványra látogatunk el. Ez már az 5. séta, ugye, ami most következik majd. Mekkora az érdeklődés? Igen, ez az 5., és tulajdonképpen ez a séta is most ebben az évben már közkívánatra folytatódik. Ugye az elmúlt ősszel kezdtük el ezt a sorozatot, minden hónapban volt egy-egy sétánk, már 4 alkalmon vagyunk túl, és egyre-egyre növekedett a jelentkezők száma. Egy maximum 40 fő tud befogadni ez a séta, hiszen
azért a nevéből is látszódik, hogy azért egy szűkebb körű kis csapatról van itt szó, mivel ez egy bemutató séta, ahol a település különlegességeit, érdekességeit a helyi emberek mutatják be számunkra, de igazából ez a séta egész évben bejárható a turisztikai mobil applikációnkon keresztül, ennek segítségével. Általában visszatérőek azok a sétálók, akik hozzátok jönnek? Igen, kialakult már egy törzsgárda, ez az igazság. Itt korosztályok teljesen vegyesen vannak jelen ezen a sétán, vannak kedves, idős, nyugdíjas emberek, de vannak fiatal párok, gyermekek egyaránt, vannak ugye természetesen ennek megfelelően alakítunk családi programokat is ehhez a sétához. Említetted az applikációt, aminek segítségével bárki végigjárhatja majd ezeket a helyszíneket, de milyen egyéb módon lehet még információt szerezni ezekről a térségekről? Igen, hát itt a települések marketingét, azt mi nagyon igyekszünk fölkarolni és segíteni abban nekik, hogy bemutassák az értékeiket, és kisfilmeket készítettünk az elmúlt időszakban. Ezeknek a sétáknak is van külön-külön bemutató kisfilmje. Hegedű Zoltán és Danyi Judit színművész házaspárok kalauzolnak végig az állomásokon bennünket. Ez a YouTube csatornánkon, az Aranyhomok Egyesület YouTube csatornáján megtekinthető, valamint képgalériákat is találnak, illetve leírásokat a helyszínekről. Az applikáció azért érdekes, mert GPS navigáció segít bennünket az egyik állomásról a másikra eljutni, tehát nem kell félni attól, hogy a pusztában esetleg eltévedünk. Ha valaki már esetleg volt Kerekegyházán, fog meglepetést okozni neki ez a program? Mennyire próbáltok egy kicsit újdonságokat is találni? Mint ahogy mondtam, a helyi emberek jelen lesznek ezeken a sétákon, ezeken az állomásokon. Például a plébános úr a katolikus templomban személyesen mutatja be a templom és a település történetét, ugyanúgy a református templomban is a református gyülekezetből lesz egy presbiter, aki vendégül lát bennünket. Tehát helyi autentikus személyek, akik különlegességeket, érdekességeket mondanak el, azt gondolom, hogy ez könyvekből nehezebben beszerezhető ez az információ, és nagyon kellemes kis társaság gyűlik itt össze, mindenkinek csak ajánlani tudom. Tehát akinek kedve van, jelentkezzen. Milyen egyéb feladatai vannak még az Egyesületnek a közeljövőben? Szokásunkhoz híven szervezzük a helyi termékünnepet, amelyre májusban kerül sor. Május 6-ától kezdődik, 6-a, 7-e, 8-án. Tulajdonképpen a város főterén ez az első szabadtéri nagy rendezvény, egy szezonnyitó nagy rendezvény, amelyre várjuk a kicsiket és nagyokat, és az ország minden részéből lesznek kiállítóink, akik a hungarikumokat képviselik. Itt lesz egy citera ünnep is, mint kiemelkedő nemzeti érték egy országos programot is szervezünk ezen a hétvégén, tehát elég el vagyunk most foglalva ebben az időszakban. Természetesen lesz Hírös Hét Fesztivál kiállítása, és majd ősszel egy újabb helyi termékünnep. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Köszönöm a lehetőséget.